Szevasztok, szevasztok, srácok! Üdvözlet mindenkinek! 6. Dovit nagyverseny Palotavárosról. Köszi, mi király vagy! Palotavárosról. És mindjárt az egyes helytől, ahol Pacsi foglal helyet, gondolom van már 20 kiló hala. Mellette Peknyó Geri a Dovittól. Aj, de csodálatosan elkapta, figyeld. Hopp, hopp, hopp. Na, ez hal lesz. Hello, hello, szevasztok, szevasztok. Üdv mindenkinek. Küzdenek a halak. Csodálatos szombat, csodálatos versenynap Palotavároson, ahol 52-en vagyunk ma, 5 szektorban megy a verseny. Értékes ajándékok lesznek a végén. Persze attól függ majd, hogy ki milyen eredményt ér el. Szép volt, Geri! Köszi, Ati! Megyünk tovább. Most már nem tudod letagadni, hogy halat fogtál, úgyhogy hajrá, hajrá. Na szóval, értékes ajándékok lesznek a fődíj. Versenyláda, szektor elsők és szektor másodikok horgászbotot kapnak majd. Hello, hello! Van hal? Van. Van? Jó van, ezt szeretjük. Szektor elsők, szektor másodikok horgászbotot kapnak, szektor harmadikok meg jó nagy csomagot. Vödőrrel, vízmerővel. Van, aki bodzsákkal. Berni? Van hal? Nem a legjobb, mi? Kemény. Molnár Laci bácsi reggel óta küzd az elmenő halakkal. meg lesz az. No, kérem szépen, 6-os téget kénytelenek voltunk kihagyni, úgy el van korhadva, rohadva, életveszélyre állni is. Tessék, Genti úr. Genti úr, valami kisebbet kapott el most. Van hal? Van. Van, érdekes. Érdekes. Na, látom, látom. 15 darab akadt. 15 darab? Milyen 15 darab? Ne akadt egy. Ja, ja, hogy leakadt egy nagy. Azt hittem 10. Nem. Jó van. 65, mert egy ilyen. Aha, most jön a 6. Hát, de csak úgy cicerekteti az orsót, jó lesz. A Dovit csapatból 2 vannak kint a mai napon, de viszont nagyon jó pecások vannak itt többen. Köztük itt Genti István, 6. halát fárassza. A 7-es tégen. No, a mai versenyre vadi új serlegeket is hoztam. Szektor elsők fogják kapni. Itt kezdjük meg ezeknek a serlegeknek a kiosztást. No, a mai versenyre vadi új serlegeket is hoztam. Szektor elsők fogják kapni. Itt kezdjük meg ezeknek a serlegeknek a kiosztást. És tényleg ezek nagyon jól sikerültek. És ugye az első versenyző, az, aki ma megnyeri a versenyt, az egy tubertini versenyládát kap. Gyerekek, hát azért az nem lesz rossz. Nem én akadozok, te akadozol. Nálunk minden oké. Olyan szépen folyamatosan tudok beszélni, hogy el se hiszed. Akkor jó. Ennyi.
Kép is homályos. Hát mert szembeállok most a nappal. Amúgy megtörölgettem a kamerát, de ha gondolod, megtörölgetem még egyszer, csak Genti úr fogja ki ezt a halat, és akkor megtörölgetem neked még egyszer a kamerát, jó? Nem akadozik, minden jó. Na, hát döntsétek el, srácok, gyertek ki a izéből, a pincéből, és ott kezdjétek el nézni az udvaron. Gyerekek, hát itt ez rohadt hideg lesz, vagy meleg lesz ma. Na, valaki mérést kér. Ali? Ciao. Kettő szák, ha megtelik, le kell mérni. Harmadikat berakhatják, de kettő szákot akkor le kell mérni. Jó, oké. Okay. Köszönöm. Jó, ó, erről lemaradtunk, gyerekek. Hát eltört itt egy merítő. Basszus kulcs. Na, ezekért a pillanatokért pedig. Aha. Dolgozik a hal. Hello, szevasztok! Üdv mindenkinek! Palotavárosról, ahol a 6. Dovit nagyverseny tartjuk. Ez nem idén, hanem úgy összesen, tehát 6 éve, minden évben egyet. Gyönyörű! Új, meglépett! Meglépett! Aha. Hopp. Na most megvan! Gratula! Itt már megy egy mérés. Kérem szépen, ez a hal eltört egy merítőnyelet. Van ez így. Béla barátunk mérlegel ma itt Palotavároson, a hosszú oldalon. Zelenák György. Megyünk Kovai Kriszhez, aki kitartóan dobálja a rövidet. Nem baj, hogy mellette mindenki szarrá fogja magát. Ő azért kitart a rövid mellett, mert úgy érzi, hogy ez majd egyszer be fog érni. Figyelj, be fog. Én megmondom neked, be fog érni. Úgy nem tudom, októberre szerintem, de jó lesz amúgy. Nem lesz rossz. Gyerekkompiba beér. Jó, de akkor itt maradok októberre. Az a te bajod, érte. Az a te bajod. Majd a következő versenynél is találkozunk. Az biztos, a 23-án is jövök. Igen? Ha? Fenyeget is. Apám, milyen versenyzőket? Komolyan hallod? Szépen beszél velük, az ember is fenyegetőzik. Na hajrá! Vigmond Szabi, nagy merítőt készített elő, kérem szépen. Aha, ez jó hal lesz. Vigmond Szabi a Jartól. Benzárbottal. Amúgy benzárbotokat hoztam ma. Ezeket a légfédereket. Sárga, ne hagyd magad! Dolgozzon meg azért a ládáért. Amore mio. Nem is kicsi. Jaj. Az még tesz két kört. Egyszer a Tormási Ati röhögött ki itt a Palotavároson, nekem nem volt bolyr ismerítőm. El is ment a szektorom, ő meg lazán lehozta. Ezért kell a nagy merítő. De szép amúr. Ezekkel aztán lehet haladni. Egysén, mint a vonat füttye akkora. Nem adja magát könnyen.
Lehet, hogy a végére Szabi jobban elfárad. Na, még egy próbálkozás. Finoman, aha. Na, lesz ott egy csapkodás. Nem lett? Elfárad. Megnézzük, mit bénázik. Jó lesz az. Persze. Nem baj, megnézzük, mit bénázol. Ennyi. Szakszerűen feltekerve. Ó, de gyönyörű. Gratulálok, Szabi, szép volt. Na. A tesók egymás mellett. Balog István, Balog Ádám. Nagy harcban vannak. 12-es, 13-as helyeken. Ádám, mi a helyzet? 5-6? Úristen! Még most kezdtük el az egészet. Már 5-6. Ajaj. Azért kár lesz. Csanádi Lajos úr a CLR Team-től. Hogy állunk, Lajos? Na, van hal. Akadni. Hopp! Ez egy live hal volt. Na. Na. Nagyon beindultatok. Szekeres Csabi ott a végén már 30 kilónál tart. Igen. Hajrá, CLR! Kovács Attila éppen unatkozik, téged néz. Ha megint nem dolgozol, mi? Azt mondja, Kolpingba vagyok. Oké. Okay. Ség szép. Palotavároson vagyunk, a 6. Dovit nagyversenyen. Ez egy támogatói verseny, ugye ez már a 6., ami azt jelenti, hogy 6 éve amúgy a Dovit, amióta az Adventures van, azóta támogatja, de 6 éve csináljuk ezeket a nagyversenyeket, és most a 6.-nál tartunk. Fődi egy tuberténi versenyláda, kérem szépen. Aztán a szektor győzteseknek Metód Féderlék, ottok a Benzártól, illetve a kettesek is azt kapnak, a hármasoknak meg egyéb ajándékok. Nyilván ugye itt azok, akik jobban teljesítenek, azok kapják a szebbet, a nagyobbat, a jobbat, a drágábbat. Stojanovics úr. Itt a Csanádi Lajos mellett aptítja. Ennyi alap. 5, itt is 5 hal. Na, szuper. Neked kicsik, hát. De te a végére erősítesz be, ahogy szoktál. Ennyi. Hello, hello, szevasztok, sziasztok, üdvözlet mindenkinek. Palotavárosi Felsőtó 6. Dovit nagyverseny. Stojanovics fáraszt. Stojanovics van képben. Küzd a hallal. Itt közelebb lépünk, hogy lássuk, hogy mi lesz itt a vége, meg lesz-e neki vagy sem. Ugye országos szabályzat szerint megy a verseny, ami azt jelenti, 5 óra alatt kell a legtöbb halat szágba terelni, 10 órakor indult, és 3 órakor lesz vége. Hoppa! Ez live-ban ment el. Összetekert itt mindent, ahogy kell. Hát, ilyen ez. Ilyen ez a live, meg a TikTok. Debreceni Ádám a 16-oson, kérem szépen, ő is éppen halad fáraszt.
Igen, ez egy nagyon jó víz amúgy. A palotavárosi felső tó rengeteg hallal, itt hömpölyög tényleg a hal, nagyon sok van. Hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek! Itt tényleg nagyon sok hal van, meg nagyon sokat hoztak még bele is. Ez rottyon van ez a tóna. Rengeteg van. Ebből kell ugye a legtöbb betűtóra alatt megfogni, amit csak tudnak, ahhoz, hogy valaki elvigye a végén a fődíjat, ami egy tubertini versenyláda lesz. Nem tudom, hányan vagyunk, 60, 9, 70 környékén, jó. Hát gyerekek, az a helyzet, hogy most 5 olyan versenyünk következik egymás után Zsinórba, ahol versenyládákat fogunk osztogatni. Holnap például egy Szeri Walterért megy a verseny Török Bálinton, oda is 40 fő összegyűlt, úgyhogy jó buli lesz. Figyelj. Meg lett. Ennyi. Gratula. Na, ezt a fát én megkerülöm. Úgyhogy igen, itt lehet pislogni, mert itt rengeteg a hal. Van amúr, van ponty, kisponty, nagyponty, kárász, keszeg, minden van, de a keszeg ma nem játszik. Úgyhogy hál' Istennek pörög a peca. Következő szektor innen indul. Kérem szépen, Toma Attitól. Ők egy nagyon parádésat horgáztak itt legutóbb. Nagyon jó eredményük volt, az egy páros verseny volt. Attis, hogy állunk? Van hal? Még nem nyilatkozik. Még nem nyilatkozik, jó van. Marosi Peti a Team Admix-től. Úgyhogy mondom, hogy nagyon jó a felhozatal. Hál' Istennek. Helyzet, uram, van hal? Ajaj. Felettel ment egy dobás 20 méterre. Komáromi Csabi, a Moby Dick sztárja. Mi a helyzet, Csabi? Kárász? Hát az jó, nem? Hát legyen sok. Ugye mennyi egy kárász? 30 deka? Érted, 30 dekás kárászból, akkor neked... Aha. 30 dekás kárászból, akkor neked nem kell sok, csak 90 darab ahhoz, hogy szekeres Csabit most utolérd. Úgyhogy hajrá, hajrá! Kis erő. Ő nagyon érzi a pecát, gyerekek. Benne egy következő világbajnok lesz. Nagyon érzi a pecát. Nagyon profi mód, felkészült, ügyes, tényleg. Nagyon sok versenyt megnyert már ezekből az amatőr versenyekből, és az az igazság, hogy előbb-utóbb a profi ligában is ott lesz. Úgyhogy fel kell majd kötni a gatyát. Na, lépegessünk. Van hal? Amúgy. Egy fél szák, az nem túl sok. No. Tucsányi István úr a Jartól. Hogy állunk? Tömebe, ugrott már? Ó, az jó. Hallom, múltkor fogtál valami dögött, török Bálinton. Mi történt? Tényleg elsírtam magam. De mi történt? Vége volt a versenynek. Egész nap lábalon semmi. Mondom, így pakolok föl, fűszer készen. Elfordítottam. Nem volt három. Ekkor a tényleg is tudja. Negyed órán szárvestünk. Az igen. Kicsit megsírattam, de... Én hallottam a sztorit. Jót röhögtem. Igaz a sztori. Ennyi. Hát van itt hal. Meg van ott is hal. Földesi barátunk a Dovittól. Mi a helyzet, uram? Három jött bentről, mennyi jött kintről? Ja, még nem is próbáltad. Oké. Alakul amúgy, alakul, nagyon jó. Mindenki fogja a halat. Lesz boldogság a végére.
Atomix oszlopos tagja, Nagy Dani. Helyzet. Van. Jó, azt szeretjük. Ami van, meg kell fogni. Szabó Zsolt úr éppen fáraszt. Ő tudja már, hogy csak a végén van vége. Egyszer-kétszer már meglepődött itt. Ez a lényeg. Szép volt. Szedni kell, aztán a végén majd meglátjuk, mire lesz elég. Még egy motabás, Németh Bálint. Helyzet Bálint. Öt, de csak kicsik. Nem kell bántani, majd jönnek a nagyok. Tucsányi most nagyon elkapta a fonalat, elmesélte, milyen jó volt neki Török Bálint is. Anta Petiát mondom, nem igaz. Pedig de. Kemény. Amúr is volt már, igen. Köszönjük a kérdést, volt már Amúr. Jövünk Katikához, aki szektor szélén. Túloldat éppen le akartalak fotózni, mikor fárasztottál. Igen. Mondjuk a fárasztás pillanata meglett, de rögtön utána, ahogy lefotóztalak, kipattant a horog a szájába. Aha. Nem sok. A nagy halra. Jó. Na, hajrá akkor. Megkerüljük itt ezt a kis területet. Közben elmondom, hogy a 6. Dovit nagy versenyen vagytok. Palotavároson velünk. Ez már 6 éve megy minden évben. Ugye idén még lesznek azért nagy versenyek, lesz még Benzár Mix. Bár abból már csináltunk versenyt, de most lesz még a nagy verseny, TLK-s nagy verseny. Ugye év végén szoktuk tartani a Walterland Maros kétnapos versenyét, az is egy óriási buli lesz. Ebben a hónapban, ezzel a mai nappal kezdődően 5 olyan versenyünk lesz Zsinórban, ahol versenyládát fogunk osztani. A mai napon egy Tubertinit visznek el, holnap egy Seri Voltert. Tehát azért vannak itt nagyon jó kis ajándékok is, és ma 52-en gyűltünk össze ezen a csodás napon, hogy valakit majd a végén győztesként ünnepeljünk. Hogy is van, 5 szektorban versenyeznek a srácok, nézzétek meg, csodálatos ez a víz, megmutatom nektek. Ez az egyik legkedveltebb tó, az igazság. Országos versenyek helyszíne, és rengeteg élmény peca tud itt lenni, mert hogy rengeteg a hal, nagyon sok. Így versenyenként eddig 3,2 tonnáig mentünk föl idén, de volt már olyan versenyünk, ahol 4 tonnát is fogtunk, vagy 4 tonna fölött. Idén eddig 3,2 tonna volt a plafon. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt ma überelni fogjuk, de attól függetlenül biztos, hogy nagyon jó számok lesznek a végére. Átmegyek a túloldalra, ahol szakszupék mérlegelnek. Szakszupot ismeritek ugye a live-ról. Itt ugye horgászok, akik nincsenek versenybe, de... Helyzet? Jött már hal? Na. Jó. Hello, szevasztok, üdv mindenkinek! Átmegyünk a túloldalra, ahol Simon Csabi nyitja a szektort ezen a felén, és hát nem volt túl boldog, amikor legutóbb erre jártam, mert hogy nála azért tudni kell, hogy ilyenkor olyan 100-200 kilókra hajt. Most még egyenlőre nem nagyon adta neki, úgyhogy meg fogjuk kérdezni tőle, hogy mi újság van. Ő azért biztos látja hibát, tudja azt, hogy mi a gond. Lehet, hogy a helyben van, a helyben nincs annyi hal. Itt már egy kicsit jobban fúj a szél is, azért közelebb tartom magamhoz a kamerát. Elég furcsa látvány lehetek így oldalról valakinek. De mindegy. Néhány hely itt ugye kimaradt, mert csak 52-en voltunk.
reggel feligazításnál. Úgyhogy 8 hely szabadon maradt. Jaj, Csabi. Mindjárt utolérjük magunkat. Simon Csabi a Beatmaker-től, aki nem egyszer, nem kétszer állított már itt fel egyéni rekordot. Mi a helyzet, Csabi? Mennyi? Az nem sok. Az nem sok. 10 kiló. Milyen szomorúan mondta, láttátok? Pedig aztán, ha valakinek, Csabinak itt nincs oka panaszra. Palotaváros van. Szerintem a legtöbb rekordot te tartod, nem? Melyik az? 20 amúr egy versenyen. 30 mérős hal. Az igen. Az szép. Ezt valahogy külön. 205 kilót is volt, igen. Az se volt semmi. Azt hiszem, az tényleg egy nagyon parádés verseny volt. Hát ma nem lesz. Ma nem lesz. Szerintem 3 tonna sem. Tehát nem valószínű, hogy ma összejön 3 tonna. Hát, persze. Itt egy kicsit azért másabb a sztori. De attól függetlenül szerintem mindenki fogja a halat. Olyanról még nem hallottam, aki ne fogott volna. Úgyhogy biztos, hogy jó verseny lesz. Nézzük Szilágyi Lacikát. Lacika, hogy állunk? 7 hal? Ja, 7 kiló? Ó. Oh. Hát itt még akkor bármi lehet, nagyon nyílt a küzdelem. Kérem szépen. Viszont milyen szépen napozol. Hopp! Hopp! Semmi. Helyzet? Itt azért már biztos van hal. Itt már nincs panaszkodás. Hogy áll a srác? Ajaj. Ajaj. Megy itt a harc keményen. Bár nehéz lesz erről a feléről a másik felét megverni. De azért küzdeni kell, küzdeni kell. Nexus Fishing. Helyzet? Jön. Na, az jó. Hello, hello, sziasztok! Aha. Na, közbe csörögnek. Szup. Pali? Hello. A nagy halat nem beszélgetek, hogy hol van, akkor az van egy... Karikázd be. Karikázd be. Tehát beírod, beírod ugyanúgy, ahogy lemérted, és bekarikázod. Hát ott, ja, hogy a izén, a... Ja, mert te, ja, bocsi, mert te izén, nem? Jó, jó, megvagyunk, nem. Legnagyobb halat van olyan opció fönt, hogy legnagyobb hal hozzáadás, és beírod a nevet, meg a halat. Jó, oké. És akkor így van. Oda is beviszem, meg akkor beírod. Így van, pontosan. Jó. Köszönöm, szia, szia. Igen, ők most gyakorolják a rendszert, úgyhogy... Ennyire helyfüggő a tó? Nem feltétlenül volt már, hogy itt hátul annyi halat fogtak, mint a szemét 2 héttel ezelőtt a túloldalon, pont itt leghátul fogták a legtöbb halat, tehát ezért ez látható. Most egy kicsit erre fúj a szél is, által lesz még szerencséjük a srácoknak. Lelkes Geri megint fáraszt. Mi a helyzet, Geri? Hogy állunk? Aha! Jó, amikor azt mondják, van, jó, az jó. Itt is 2 szánk. Laki úr a Top Mix-tól. Helyzet. Van egy pár darab? Jó, van. Oké. Okay. 11 darab, az jó volt, nem rossz. Aha, fiatal versenyzőnk az Ifi Mix-től. Kiült a spicre, ahol még nagyon sok hal lehet. Szegedi Károly, Bernát apukája, mi a helyzet?
Na, 12-3 kiló. Nem nagyon ment el még itt akkor a dolog, ha csak nem itt majd a csendes Zoli, bár zsákos halat még nem látok Zoli körül. Ez jó volt. Helyes, hajrá. Na, ő már a másodikat rakja, tehát akkor lehet neki egy olyan 18 kiló, azt lehet mondani fixen. Gyenge. Főső részen ilyen 10 pár kiló. Holci, aki eladta már az összes cuccát, de nem tud szabadulni a versenyzéstől, visszajött és versenyez. És azt mondja, mostantól már csak kényelmesbe, hogy a végén egy ládát kelljen a hátad rakasztani. Igen? Jó, van, hajrá. Jó, látom, Tubertinire horgászol. A láda is Tubertini, amit hoztam. Hajrá. Ha valami nem helyfüggő, akkor ez a tó. Tehát itt azért nagyon sok helyről meg lehet oldani, majd meglátjátok a végén, ugye mindenki mondja, hogy vannak favorit helyek, ami a, mit tudom, egy 8-astól 12-ig, vagy itt a spic része, vagy a túloldalon a 50, mit tudom én, hanyasok, a 60 valahanyasok, nemféle ilyen dolgok, de az az igazság, hogy már így sok-sok verseny után azt kell, hogy mondjam, hogy a favorit helyek nem mindig szokták jól adni, illetve, ha ez sem teljesen igaz, attól függ, ki ül rajta, meg tudja oldani, ismeri a helyet, vagy sem. Tehát azért van itt sok-sok összetevős ez. De például a 11-es hely, ami sokáig egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen fantázia volt mindenki fejében, hogy onnan meg lehet nyerni, onnan le lehet hozni, onnan meg kell tudni csinálni. Na, ez az a dolog, ami ebben az évben talán egyszer jött össze, pedig azért csináltunk idén is egy jó pár versenyt, és tavaly is azt hiszem csak kétszer sikerült a 11-es megoldani, úgyhogy annyira nem mindig jönnek be ezek a dolgok, nem kell mindent elhinni. Na itt, mivel kanyarba vagyunk, ezt a részt ki szoktuk hagyni, hogy a srácok ezen a végén, másik végén ne dobjanak keresztbe egymásnak. Hopp, ott egy fotózás történik, a mérlegesek nagyon lelkesek, és végzik a dolgokat. Szág Szup és kedves párja Verus van itt velünk, ők mérlegelik ezt az oldalt. És úgy látom, hogy van meló. Helyzet? Hogy állunk? Nagyon sok falunk elmegy. Elmegy. Aha, meg kell találni a hibát. Nagyon sok falunk elmegy. Van valami hiba akkor a rendszerben. Tudjuk, hogy mi a probléma. Mindjárt megnézzük ott, hogy mondják azok a horgok, aztán hát ha találunk megoldást. Ezt ide leteszem egy picit. Szitu, van mit mérni? Hát figyelj, senki nem nagyon mérek. Hát 30, még nem. 32-t a szekeres. Persze. 33-at, itt volt egy 10 kilós. Az igen. 9900.
Az igen. És már elmentek még egy ekkora aszmát. Ó, oh, hol? Itt. Zsoltina? A Dunainál? Ne idegesíts ma. Nem mérges? Na most mértük. Meg is mutathattad. Nem mérges? De mérges. Szokott ilyenkor mérgelődni, igen. Jó. Na hajrá, akkor. Hát szerintem 3 tonna nem igazán lesz, de ha összejön, akkor örülünk neki. Most azt látom, hogy annyira nem húzzák. Mindenki fogja a halat, de így persze, hát ugye rengeteg pátkai hal bekerült, de attól függetlenül jó pece van. Az, hogy szekeres ott a 80-ason le tud hozni, már 32 kilót, azért már egy picit azért. Most még mérünk is, ugye már azért megint megtesz 200. Te a nagyobbikat viszed magaddal? Csak kérdem, nem tudom. Én nem tudom. Jó, hát te tudod. Szerintem nem. Na szóval, Dunai Zsolti barátunknál 10 kilósat mértek az előbb. Csülörö. Látom, rövidezik. Aha, ilyen láb alá ejtős okossággal próbálkozik. Hajlá, Csülörö Zsolti! Kovács barátod. Kovács barát unatkozik. Aha. Tekertele, nem vettem észre, vagy úgy leakadt a tékben, nem tudtak ki a kasztot. Szóval unatkozik, de örül, hogy itt lehet veled és nézhet téged. Láttátok, ezt most ejtette be, míg itt beszélgettünk, és már elrántotta neki. Nem nagy kicsi. Hát, és az már nem hal. Azt üzeni, ne idegeskedj. Könnyű azt mondani, persze. Ez jó. Ennyi. Nagy László és Nagy László Dániel. Mi a helyzet? Kicsik. Hát nem baj, az hadd jöjjön, majd besik a nagy. Egyszer csak elkapja Döme úr, és akkor majd néztem nagyot érte. Van itt egy halunk, ugye ti nem nagyon jártatok még itt, van itt egy halunk. Azt hiszem, Banic Robi fogta meg, vagy 2 éve, és mondtam neki, mivel versenyen ez volt a legnagyobb hal, amit eddig fogtak, nevezze el. Hát elnevezte Dömének. Nincs köze a izéhez, a Döme-Döméhez, de Dömének nevezte. Úgyhogy azt már azóta kifogtuk egy párszor még. 16 kiló környék. Nem rossz, ha beugorhat. De itt az amurokból is lehet nagy. Beugrik, és akkor lehet itt pislogni nagyokat. Az előbb túloldalon fogott is szépet a Vigmond Szabi amurból. No kérem szépen, itt az árnyékosba, ez itt nagyon jó. Németh Gábor barátunk. Helyzet? Alakul? Alakul, sok hala megy el. Aha. Lefelé. Figyelj, fogdossák mindenhol. Mindenhol fogdossák. Rengeteg a hal. Hát úgy, ahogy mondani szoktuk. Igen? Ismered te is? Aha. Hömpölyög a hal. Csodálatos dobás. Kérem szépen. Hajrá, hajrá. Na, elslisszolunk itt az árnyékban, mert aztán megint nincs árnyék. Szűcs úr. Helyzet? Alakul, de még döcögős. Na. Jó lesz az. Van, ahol azt mondták, nyalogatják. Itt alakul, de döcögősen. Gyula bátyám. Mi a helyzet? Mennyi halad van? 7?
Úristen! Vered az Ákos legalább. Na, több van már neki? Ó! Oh. Mindig azért szurkolok, hogy itt adjál a fiadnak egy jó meccset. Szavér. Összerakta gyorsan a másikat. Aha. Tőke Feri bácsi. Hiába gyerekek, a tapasztalat nem válik vízzé. A tapasztalt horgászok mindenhol megfogják a halat. Főnök a rotpoddal, bizony, bizony. Hadd még a neve is rá van írva a botjára. Amúgy a Gyulának. Csak úgy jelzem. Névre szóló botja van. De lehet, hogy az a baj amúgy, mert sokszor a halak tudják, hogy bedobta a Gyula, figyeld. Ne menjünk arra. De ma 7 halat már fogott, úgyhogy egyáltalán nem rossz a buli. Aha, ez egy pontyocska lesz. Hopp, és szágba is került. Gratula! Most is szólok, mielőtt lecsapnának. Viktória! Hogy állunk hallal? Mennyi? 4 hal? Az jó. Legalább szépek? Na, hát akkor meg... Hajrá, hajrá! Hajrá, Viki! Itt van Laki Zsuzsi veled! Szurkol neked! Majd holnap. Ja, holnap te szurkolsz, Lányi. Anka, hajrá, Viki! Balog Istváni Ági, hajrá, Viki! Uéééé! Innentől már csak halat kell fogni. Gyerünk, gyerünk! Ment el halad? Egy. Ó, hát te nagyon jól állsz akkor. Szia Attila, szép napot kívánok neked, köszönjük szépen, veled vagyunk, Csajci! Ennyi, nagy a szurkoló tábor. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, ez a 6. Dovit nagyverseny, innen a palotavárosi felső tóról idén. Tedd el! Palotavárosi felső tóról. Volt már ugye ez a versenyünk Török Bálinton is, itt is voltunk már. Mindig nagyon-nagyon jó kis csapatok jönnek össze, jó kis versenyzők, és mindig-mindig nagyon jó a hangulat, sok a hal, és ma egy tubertini versenyládával megy valaki haza, hogy még jobb legyen a buli. Jelzem, mert most sokan vagyunk, ugye lesz nekünk jövő hónapban a bátortáboros rendezvényünk július 14-én, gyertek minél többen, mert nagyon jó buli lesz, rengeteg ajándékkal. Ugye mi azon a rendezvényen gyakorlatilag pénzt gyűjtünk, tombola, napi jegy és licitek formájában, de cserébe ugye adunk mindenfélét mi is, tehát ott lehet majd nyerni ezt. Aztán azt éppen ma mondták, hogy a Csali Hungária 4x15 000 forintos ajándékot készít össze tombolára nekünk, úgyhogy azt is meg lehet majd nyerni, de még lesz rengeteg ilyen dolog, amiket mi összeszedegettünk, és akkor relikviák, meg ajándékok, meg mindenféle, meg ma a Laki úr is hozott nekünk csalikat, meg mindenfélét, tehát azért lesznek itt jó dolgok, kérem szépen. Úgyhogy ha van kedvetek, gyertek el Török Bálintra, július 14-én, ahol a Tógazda alapból a teljes sportjegy árát, mindenkinek a sportjegy árát alapból bedobja a Bátortábor alapítványnak, ami szintén egy jó dolog, tehát már az 500 000 forint lesz azon az egy napon. Úgyhogy én azért arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjön el, lesz majd jó kis kaja is, jó buli lesz nagyon. Sok ember, szerintem egy 70-80-an összejövünk majd, azért az nem lesz már egy rossz kis csapatépítő, úgymond. És ha sikerül, meghívunk néhány híres embert is. Ugye meghívtam Revickit, meghívtam Fodor Rajmundot, meghívtam Erdély Zsoltit,
Lacit, nagyon sok embert meghívtam, Fekete Lacit meghívták, úgyhogy meglátjuk, hogy ki fog éppen ráérni, vagy el tudnak-e jönni mindannyian. Majd kiderül. Közben Hetzman Viktor szedi a halat. Aha, aha, hoppá, még egy pontyocska. Jó, hallom, hogy ez a promixes úriember, akit Szekeres Csabinak hívnak, már megint zizegteti az orsót. És igen, zizegteti az orsót. 80-as hely, pályaszéle. Egész tavasszal senki nem akart ideülni, mert azt mondták, hogy nincs itt hal. Itt a nyár, rengeteg a hal. És csak úgy cicereg az orsó, és tépi ki Csabi kezéből. Amúrt fogtál ma már? Még nem, mi? Akkor lesz baj, ha még elkezdi az amúrokat is szedegetni. Gyerekek, egyszer végignéztem, Török Bányton 90 méterről szedte az amúrt, de nem áll egyet-kettőt, sokat. Ha egyszer beérik a jóféle kukoricája, akkor ottan... Na, jókor jöttem erre. Jókor jöttem erre, szurkolnak a sportársak is. Szurkolnak a sportársak is. Hát, ha meg lesz. Mondják, közben Viktor ott a háttérben már a másodikat szedi, míg itt Csabi fárazgat. Kovács Attila azt mondja, hajrá Csabi! Az első komolyabb hal Csabinál, de cserébe már lemérlegelt 32 kilót, ami nem rossz. Na, hát egy jó kis amúr. Csabi azért nagyon-nagyon érzi a pecát. Hú, hajszálon múlott egyszer neki a világbajnokság is. Ponty lesz. Ő vize. Jó, ez is az ő vize. Érted? Mert hogy van még másik 3-4, ami szintén az ő vize. Ahova éppen ráér elmenni. Minden is, na azért. Csabinak sok vize van, akkor maradjunk ennyiben. Ponty. Ponty, és nem csúnya ponty. Csúnya? Csúnya nagy, mi? Azaz, ez is megvan. Azt a mindenit. Majdnem akkora, nem baj, tegy el. Majdnem akkora, mint a Szekeres Csabi. Vicces. Gyere, csak megnéztük, nézd, mekkora feje van. Azt a mindenit. Hát ez akkora, mint te vagy. Hát ez nagyon nagy. Ez nagyon. Hány kilós meg, lehet ez? Hát most a bácsi gyorsan dolgozik, tudod, mert versenyem van. De nagyon nagy. Igen, hát szerintem egy olyan szép 7-8 kiló van. Annyi biztosan megvan. Nagyon szép. Nem tudom, figyeltétek a technikát, amivel ponzsákba helyezte a halat. Tehát van neki külön egy merítőfej, ilyen keret, amire ráhúzza a pontzsákot, és úgy teszi bele. Mondjad csak, barátom, mondjad. Ott volt egy bácsi, és nagy törpeharcsákat fogtak. Komolyan? Törpeharcsák? Azt a mindenit. Az komoly. Hát mi nem bánnánk, ha nem fognánk. Aha. És akkor jönnek helyes. Helyes. Szeretsz horgászni? Igen. Ezettem. A mennyi drágámra, azt mondtam, hogy meg lesz fogja,
No, srácok, ez van itt Palotavároson, Palotavárosi Felsőtó. 52 versenyző, 5 szektorban, Tubertini versenyládáért, meg Benzár, Method, Fader, Lake, Botokért megy a harc. Olyan 5 serleget hoztam ugye a szektor elsőknek, az összetett helyezetteknek, amit most csináltattunk a serlegboltban. Még várjunk egy halat. Hát ha gyorsan jön, akkor oké, okay, de közben ott Viktor már is rakott egyet. Szóval itt gyorsan jönnek ám a halak. Szóval nagyon szép serleget csináltattam. Most ez lesz idén a sláger. Ugye az akréldiakat csináltuk 2 évig, ami nagyon jól ment, és ugye nagyon szuper lett. Ugye voltak érmek, amiket szintén úgy csináltattunk, azok is nagyon szuperek lettek. Közben Csabi már valamit látott. Hát ez elment. És most eljutottunk ezekhez a diakhoz, ezek ilyen lézervágott, nem tudom mi a jóisten, fémből készült, de nagyon szuperek, mert tényleg ilyen dombornyomással került rá a cucc, amit rátettek, szóval nagyon-nagyon rendben van. Ja, és olyan rohadt nehéz, hogy na, szóval vigyázni kell, melyik polcra rakod otthon. Ho-ho-ho-ho-ho-ho, gyerekek! Dobás, kapás is ebben a tempóban a Csabinál, tehát ez valami ilyetetlen. Zabál a hal, hömpölyög a hal. Hihetetlen. Aztán, ez egy kárász volt. És be is esett a szájba. No. Úgyhogy ennyi, majd jövünk vissza később, lehet, hogy a díjátadóval is, majd meglátjuk, mert azért nekem mélegelnem kell, átként menjek a túloldalra mélegelni, mert Béla egyedül van, és nehogy egyedül érezze magát, jövök. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönjük az ajándékokat és az, hogy szurkoltok itt a srácoknak, a live-adást ugye majd föltesszük szépen a YouTube-ra, közben Szekeres Csabi megint elkapott egy kárászt, ez valami hihetetlen, gyerekek, ez hihetetlen, hogy milyen tempóba tudja ütni a vizet. Kegyetlen. Na, hát gyertek majd ti is. Van versenyünk kiírva Palotavárosra, és nem, van olyan is, ami még be sem telt. Úgyhogy ha van kedvetek, gyertek. Azt hiszem ott is láda lesz, mert hogy ebben a hónapban minden versenyemen láda lesz. Úgyhogy gyertek. Sziasztok, szép napot nektek. Ja, és hajrá magyarok! Sziasztok!